Csodákat művel, sebeket gyógyít, bánatot küld el. Új napot, hetet, hónapot s évet hoz el. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? Hisz mindig ragyog a napsugár, s az időtől függetlenül énekel a kismadár. Egyformán szép mindenkor, mert mind az életről szól. Mindegy, hogy idős vagy fiatal, csendes vagy erős a zivatar. Az idő sok mindenre megtanít, példaképül szolgálni, utat, célt, jövőt mutatni, a célokat megvalósítani, tisztelni, megbecsülni, szeretni, nehéz helyzetekben erősnek maradni, hinni a jóban, önzetlenül adni. Az idő repül, szárnyain utaznak az évek, ünnepet hirdetnek ma az én jóságos nagynénémnek. Egy szeretettel teli élet mögötte 95 évvel bizony-bizony sorakoznak az emlékek. Az idő repül, szárnyain utaznak az évek, ünnepet hirdetnek az én drága nagynénémnek. A jó Istent leborulva kérje, hogy a fiat semmi baj ne érjen, hogy a pillanatot magas éve. Leborulva kérjen, hogy a fiat semmi baj ne csak a kortól függő elismerésről szól ez a nap, hanem azt hiszem joggal az érdemekről. Az érdemekről, amely most 95 évben testesül meg, példában, egy egész élet példájában, a becsületről, a hírségről, az odaadásról, a család szeretetről. Anyánkban testesül meg mindez. A négy ember, akit adott a társadalomnak, igaz, hogy ebben benne van apánk adható segítsége is, az önmagában azt hiszem, hogy elismerésre méltó. Én azt kívánom, hiszen ünnepeltünk már egy pár születésnapot együtt. Módonban állt, megadatott nekem az a szerencse, hogy én köszönhettem Juliska nénit, sőt az a szerencse is, hogy karácsonykor végighallgathattam azt a verset, amit el tetszett mondani. Azt soha nem fogom elfelejteni, én mondtam el Pista bácsinak is, hogy milyen volt és hogy milyen érzés volt, az fantasztikus volt. Tehát az minden pótol az ember életében egy ilyen. Úgyhogy Isten értesse Juliska nénit. Yeah.